Itt vagyunk a Vizikék óvodában, az úszodában, ahol éppen egy aqua fitness zajlott. És Nemes Molnár Margarétát kérdezzük, hogy mi is ez az aqua fitness. Az aqua fitness igazából egy vízitornának felel meg, a víz felhajtó erejét használjuk arra, hogy a mozgásokat megkönnyítsük. Ezt most végezte el két kolléganő, akik szeptembertől elvileg foglalkozásokat is fognak tartani így a nagyközönségnek. Az a lényege tényleg, hogy sokkal könnyebben kivitelezhető a mozgás a vízbe, mint ahogy szárazföldön. Tehát emiatt kismamáknak, idősebb korosztálynak, gyerekeknek bárki végezheti a medencébe való mozgást. Tehát akkor jól értem, hogy az ilyen 0-tól 99 éves korig bárkinek ajánlott? A vízmélység határozza meg, hogy mekkora gyerkőcöket tudunk fogadni. Ez a 90 cm-es víz, ez már 4-5 éves kortól teljesen jó volt itt nekik. Tehát a foglalkozáson 4-5 éves kortól voltak most a gyerekek. Egyébként úszásoktató vagy, tehát babaúszás, gyógyúszás és úszásoktató is vagy, és a Póli úszóiskolát vezeted. Hány éves ez az úszóiskola? Itt Ajkán 3 éve tevékenykedünk, az OEP finanszírozott gyógyúszás az 2,5 éve van. 2,5 éve csináljuk itt a foglalkozásokat a Vizikék óvodába is, illetve most már, hogy kinyitott az úszodába is van mélyvizes foglalkozásunk a haladó gyógyúszóknak. És úgy tudjuk, hogy táborok is voltak most a nyáron. Arról tudnál beszélni, hogy milyen táborok zajlottak itt az úszodában? Igen, ez a foglalkozás is a tábor egyik foglalkozása volt, tehát ezen a héten egy úszótáborunk van, illetve pozitív gyerek vagyok táborunk van. Itt most a gyerekek egy közös foglalkozáson vettek részt, ebbe az évbe 5, sőt babamama táborral együtt 6 táborunk volt, tehát az már idén jött be, hogy az úszótábor mellé csináltunk pozitív gyerek vagyok tábort, illetve egy hetes babamama táborunk is volt idén. És miért újítottátok ezt, hogy most legyen baba-mama tábor is? Igény volt rá, vagy honnan jött az ötlet? Igen, igazából a szülők kerestek meg, hogy nagy lenne a nyári leállás, tehát a 2,5 hónapot nem szerették volna kihagyni, és ezért gondolkoztunk, hogy akkor így beújítunk nekik is, és nagyon pozitív volt a visszajelzés. 6 babánk és mamánk volt ebbe az évbe, ők csak délelőtt voltak, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint a többi tábor, hogy 8-tól 4-ig, hanem ők 9 órától 11-ig volt, minden nap volt babaúszás nekik, illetve egy szárazföldi foglalkozás mellé. És most akkor ez a táborotok utolsó napja, hogyha jól értjük, ugye? Igen, ezzel mi is lezárjuk az évet, és megyünk nyári szünetre, aztán majd szeptembertől indulnak a délutáni foglalkozások. És mi a tervetek a mai napra, hogy lesz valamilyen táborzárás, vagy hogy milyen programok lesznek még a mai nap folyamán? Most a gyerekek, míg mi itt bent beszélgetünk, öltöznek, aztán kimennek a játszótérre, utána evés, utána csendes pihenőt tartunk, ez a picik miatt nagyon fontos nálunk, és délután pedig jövünk vissza a medencébe, tehát ott már egy szabad játék lesz, de egész délután szinte a medencébe vagyunk. Táborzáró úgy konkrétan nem volt, viszont ma kiosztottuk a pozitív gyerek vagyok kis érmecskét a legpozitívabb táborosunknak, és visszajelzést kérünk a gyerekektől, hogy érezték magukat, tehát egy értékelő lapot is kitöltöttek, aki rajzolt, az rajzolva, illetve aki már iskolába jár, ők pedig szövegesen is tudták elmondani a véleményüket, hogy zajlott, vagy hogy érezték magukat a táborban. Ez nagyon kreatív és nagyon érdekes, ahogy így elmondod, és hogyan lehetett kiérdemelni ezt a legpozitívabb gyerekcímet? Igazából most a picik közül húzással döntöttük el, tehát nem tudtuk annyira úgymond igazságosan. Az előző táborban ott nagyobb gyerekek voltak, tehát ott iskolás korosztály, és ők egymás között választották ki. Minden nap betettek egy kis jelet. Minden gyerek kapott ugye egy saját jelet, tehát hogy az óvodások is, meg az iskolások is tudják, hogy nem biztos, hogy ő Pirike, de hogy tudták, hogy ő a kis szívecske, és így jel alapján értékelték egymást, és minden nap igazából a gyerekek értékelése alapján döntöttük el. Akire a legtöbb szavazat került, ő kapta a kis érmecskét. Köszönjük szépen, és további sikeres munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen mi is.